Közel 16 ezer lakossági fogyasztót és nagyjából 1000 intézményt, közületet és üzletet lát el fűtéssel és melegvízzel a Nyírtáfő Kft. Miután a társaság nyár elején elvégezte a szükséges elszámolásokat, kiderült, a lakosság melegvíz használatában jelentős eltérés volt tapasztalható az előző évekhez képest. Mintegy 15 ezer köbméterrel használtak többet a nyíregyháziak, így érzékelhető volt az, hogy több időt töltöttek otthon az emberek. Melegvízelszámolást egy évben kétszer végzünk, tehát az első fél évesről tudok beszámolni, ami június végével történt. Ott kb. 10%-kal megnőtt a fogyasztás, tehát januártól júniusig, ez feltehetően a pandémiának köszönhető, vagy tudható be. Itt ez körülbelül 20 millió forint az egyenleg, tehát ennyit kellett befizetni a lakóknak. Miután idén tavasszal a vártnál később érkezett meg a felmelegedés, a lakások és intézmények jelentős részében még május egészében fűtöttek. Emiatt a szokásos nyári karbantartások is csúsztak a Nyírtáfő Kft-nél. A közterületeken minden szükséges javítást elvégeztek, már csak a melegvíz mérők cseréjének befejezése van hátra. Ez azonban a fűtési szezon kezdetét nem befolyásolja, a szolgáltatás pedig már egy hete igényelhető. A fűtést és szolgáltatást az megrendelővel, írásos megrendelővel lehet indítani, ezt a közös képviselőnek kell hozzánk eljuttatni e-mailen, faxon vagy személyesen, és egyébként a mai nap már van bizony fűtés, 4 intézményt fűtünk és körülbelül 100 lakást. Nyilván ez az időjárás függvényében majd emelkedni fog. Valamikor a jövő hét vége után számítunk arra, hogy nagyobb hullámba be fog ez indulni, tehát szeptember utolsó hetében. Jó László hozzátette, a fűtési szolgáltatás kezdete előtt érdemes megvizsgáltatni a radiátort, de a kémények átvizsgálása is legalább ennyire lényeges a műszaki hiba és a baleset veszély elkerülése érdekében.